Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna, egy ilyen bejelentkező videója azzal kapcsolatban, hogy mi is van velem, mert nem mindenki olvassa lehet az ilyen Discordot, Facebookot, meg a YouTube-on az ilyen kis leírás. YouTube-on mondjuk nem volt annyira leírás már egy ideje, Discordon voltunk a legaktívabbak, nem is én, hanem így a család, meg a moderátorok, meg hasonló személyek, hogy ne nekem kelljen ezeket csinálnom. Szóval, kezdjük azzal. Két héttel ezelőtt az utolsó előadáson, a Victoria 3 előadásán láthattátok az első ilyen fél órában, egy órában, hogy kegyetlenül fájdalmaim vannak. Fájdalomcsillapítót be is kellett vennem ahhoz, hogy végig tudjam csinálni az előadást. Utólag belegondolva ezt nem kellett volna, tehát utólag belegondolva ott le kellett volna zárni az előadást, és kihívni vagy az ügyeletet, vagy a mentőket, de inkább a mentőket egyébként. Én azt hittem, hogy torokgyulladás, de hogy torokgyulladás, tüdőgyulladásom van. Azt hittem, hogy tüdőgyulladás, mert volt már azt hiszem tüdőgyulladásom, és úgy fájt így a baloldali tüdőm. Mint később sajnos kiderült, nem tüdőgyulladás volt, hanem ilyen légmell, PTX vagy pneumotorex, ezt kiírnám így a képernyőre, de telefonon nem szeretek annyira vágni videót, ne haragudjatok emiatt, ezért most igyekszem is, hogy a lehető leggördülékenyebben beszéljek vágás nélkül ebben a videóban. Szóval a lényeg az, hogy volt ez a légmell, ez azt jelenti, hogy levegő, illetve folyadék került olyan helyre a tüdő körül, ami miatt a tüdő szépen lassan kezdett így, ugye tudjátok, így szépen így szét van így tálva, és így kezdett így összeomlani így a tüdő. És ezt éreztem vasárnap, amikor élőadásban voltam felétek. Másnap hétfőn haza is utaztam, mert mondom, én azt hittem tüdőgyulladás. Hazautaztam, elmentünk a házi orvoshoz rögtön. A házi orvos tovább küldött röntgenre. Rá is írta már egyébként azt, hogy ezt a PTX-es dolgot, amit akkoriban még ugye nem tudtam, hogy akkor ez mit fog jelenteni. Elértünk a röntgenre, a röntgent megcsináltuk, és a röntgen kimutatta, hogy a tüdőm össze van omolva. Szóval a baloldali tüdőm az félig meddig nem működött. Részlegesen volt összeomolva, nem teljesen. Kaptam levegőt, fájdalmaim voltak, ennyi volt az igazán komoly. Ha elkezdtem gyorsabban mozogni, vagy futni, akkor volt igazából probléma az egésszel. Akkor nem kaptam levegőt, és kegyetlenül szúrt a tüdőm. Ott a röntgen után megállítottak, és azt mondták, hogy jó, akkor irány a kórház, ne tessék elmenni, és onnantól kezdve kezdődött igazából a nehéz időszak. A kórházba elvittek, nagyjából úgy 11 órára sikerült összehozniuk, hogy ágyba kerüljek, és egy ilyen kis műtét, egy ilyen kis beavatkozást csináltak, ami annyit jelent, hogy fogták, megnyitották az oldalamat, így belevágtak egy ilyen kis X-ecskét, azt hiszem, nem nagyon néztem oda éppen akkor, mert el se altattak, és egy ilyen baromi hosszú csövet, így nagyjából szerintem ekkora csövet, így. Tehát így értitek, azért relatív elég hosszú csövet így fogtak, és így az oldalamba így feldugtak így a tüdő mögé, meg a tüdő és a borda közé, azt hiszem pontosítva, de nem megyek bele ebben nagyon pontosan, hogy ez hogy van, nem tudom. A lényeg az, hogy egy vákumot hoztak létre, egy ilyen szívást csináltak, és az széthúzta a tüdőt, illetve elkezdte kiszívni a levegőt és a folyadékot. Kegyetlen fájdalmas volt. Tehát aznap éjszaka én egy percet nem aludtam, nagyon szenvedtem, megbénultam a fájdalomtól konkrétan. Levegőt is nagyon nehezen kezdtem el kapni, szóval oxigénre kerültem, és emiatt lett az, hogy nem voltam igazából aktív. Így nektek jelezve, ezért lett az, hogy Eliza írta ki, hogy mi a helyzet, Dee volt az, aki Discordon ilyen információkat adott nektek arról, hogy na, mi történik így napok alapján szépen, ahogy haladunk előre. Az volt a probléma ezzel, nagyon jó, jobban is lettem egyébként, legalábbis sose voltam tényleg nagyon rosszul a fájdalmak ellenére, szóval kaptam levegőt meg hasonlók, de jobban voltam. Tehát, amikor sikerült szépen visszahoznom, mert el kellett kezdenem ilyen légzőgyakorlatokat csinálni, hogy a tüdő, ami széttágult, az kezdjen újra teljesen aktív lenni. Amint ezeket a légzőgyakorlatokat megcsináltam, a fájdalom kezdett a légzéssel elmúlni, illetve egyre több levegőt tudtam venni. Viszont, mint kiderült, sajnos egy olyan fizikailag nagy lyuk volt a tüdőmnél, ott valahol nem egészen tudom, hogy ez pontosan hogyan. A lényeg az, hogy
önmagában nem gyógyult volna meg. Hiába húzták szét a tüdőt, hiába húzták ki a levegőt, hiába húzták ki a folyadékot, a tüdő magától nem gyógyult volna meg ez a rés, amin keresztül jutott. És amint levettek a rendszerről, és 2-3 óra múlva elmentem röntgenre, úgyhogy pár nap eltelt, ugye, akkor kimutatták, hogy sajnos ezt meg kell műteni. Tehát, hogy magában ez így nem fog működni, és nem egy ilyen egyszerű kis beavatkozás, nem ez rendesen műtőszobába, és akkor lyukakat vágni az oldalamon, amin keresztül egy kamerát bedugnak, és akkor úgy elkezdik így kamerán keresztül nézve, tudjátok így egy ilyen kis benyúló eszközökkel így a lyukakon keresztül ellátni a tüdőmet. Ez megtörtént. Szóval újra, tehát értitek, mit tudom én, eltelt mondjuk 3 nap, nem is 3 nap, hétfőn este kerültem be, pénteken műtöttek meg. Szóval szépen ugye kezdtem a csöves beavatkozásból felépülni, kiderült, hogy nem jó, jó, akkor megint egy műtét, akkor megint kezdtem el szépen felépülni, és most itt vagyunk. Tehát, hogy azóta haza is kerültem, jobban vagyok annyira, hogy most már tudok egy ilyen videót felvenni és beszélni nektek, mert eddig a műtét miatt, tudjátok, egy csövet ledugnak így a tüdőhöz, hogy ne fulladjak meg, miközben a tüdőmet ellátják. Az felsértett a torkomat, ez sajnos ez vele járója. Illetve ugye azáltal, hogy ellátták a tüdőmet, meg össze voltam olva, meg minden, nem kapok úgy levegőt, mint régebben. Még mindig nem. Tehát egyszerűen ezt gyakorlatokkal fel kell javítani újra. És mindegy, gondoltam, hogy így bejelentkezek hozzátok, hogy az a helyzet, hogy na, hazaértem, ez azt hiszem, hogy ha Discordot olvastátok, akkor ezt tudjátok. A lényeg az, hogy hazaértem, most már kezdek úgy jobban lenni, nem teljesen úgy értem haza. Tehát a szüleimnél vagyok, ők figyelnek rám, hogy ne legyen probléma esetlegesen. Szegedre csak később fogok tudni visszamenni, ameddig nem vagyok Szegeden, addig nem is tudok videókat készíteni, csak maximum egy ilyet tudok most felvenni nektek. Illetve ha otthon is lennék, kifejezve fizikailag Szegeden lennék, tudjátok, otthon, az én otthonomban, az én lakásomban, akkor se tudnék videókat készíteni még, mert nagyon hamar elfáradok. Tehát a műtét óta nekem azt kell csinálnom, hogy ilyen sétákat kell, ki kell mennem konkrétan sétálni, ilyen légzőgyakorlatokat. Értitek, mert mivel nem kapok elég levegőt, miközben csinálok valamit, ugye most például a beszéd, már most is érzem, hogy fáradok, értitek? Tehát, hogy nem olyan egyszerű, mivel nem kapok annyi oxigént, ugye egy ilyen kisebb levegővétellel, így nem megy annyira. Mindegy, ez eleget részleteztem, biztos értitek, hogy mire gondolok. Szóval az a helyzet, hogy most kedden, ezt nem tudom, szerintem ezt megkapjátok hétfőn, szerintem ez hétfőn kerül ki ez a videó, ma hétfő dél van nagyjából, amikor felveszem, kedden, holnap megyek vissza ilyen kontrollra, és akkor ott kiderül, hogy minden okése. Én aggódok, megmondom őszintén, félek, mert kegyetlen rossz volt a kórházban, tehát, hogy hú, erre még majd visszatérek, de az ellátás a kórházba az valami borzalmas volt. Tehát, hogy nem is azt mondom, az emberek nem voltak nagyon rosszak, tehát relatív egész jó emberek voltak, de az ilyenek, hogy megcsinálták az első beavatkozást, és a nővérhívó gomb az 1,5 méterre lógott tőlem, úgy, hogy le voltam bénulva a fájdalomtól. Tehát, hogyha bármi bajom van, egyszerűen nem bírom hívni őket. Tehát nem bírom jelezni, nem kapok levegőt ahhoz, hogy megszólaljak, és mozdulni se tudok a fájdalomtól. Tehát amikor tudjátok, egy ilyen cső van így benned így az oldaladba, és szív itt belül az egész tüdődet itt szívja szét, az olyan fájdalmas, még úgy is, hogy kaptam fájdalomcsillapítót. Tehát vénásan nyomatták belém a fájdalomcsillapítót, illetve mikor berakták a csövet, akkor oda is kaptam fájdalomcsillapítót össze-vissza szétszurkálva egy jó adagot, és még így is kifejezetten fájdalmas volt. Szóval szerintem oda kellett volna figyelniük, hogy odaadják a nővérhívót, hogyha bármi komplikáció előjön, akkor meg tudjam nyomni a gombot. Ezt nem tették meg, annyira nem tették meg egyébként, hogy konkrétan föl kellett volna állnom az ágyból, és úgy elnyúlni azért nővérhívó gombért. És szerintem ez nem elfogadható egy kórházban. Arról nem is beszélve, a második műtétem után, miközben feküdtem az ágyba, és persze ott is fájdalmaim voltak, ugyanúgy fájdalomcsillapítózva, de ugyanúgy fájdalmaim voltak, kezdett leesni a vércukrom. Tehát olyan rosszul kezdtem lenni,
mert elfelejtették bekötni az infúziót, amin kaptam volna ezeket a cuccokat. Értitek, ugye? Műtét, tehát trendes műtét. Nem ehetsz, nem ihatsz előtte. Előtte úgy, mit tudom, én 10 óráig ihattam, és utána nem tudom, nagyjából 2-kor, vagy lehet, hogy még előbb volt a műtét, ezt nem tudom. De a lényeg az, hogy a nap nagy részében nem ettem egyáltalán, inni is csak egy részében ihattam. Szóval így estére, amikor már magamhoz tértem, nagyon kezdtem rosszul lenni, és mit tudom én, úgy oldottam meg egyébként, hogy hoztak szüleim gumicukrot, ami benn volt a fiókomba, kinyitottam, és elkezdtem gumicukrot zabálni. Meg volt az oka egyébként, hogy miért nem nyomtam meg a nővérhívót, amíg benn voltam, két alkalommal is megnyomtam, amikor nem jött senki reagálni rá, a mellettem lévő csávót meg leszítták, hogy ne nyomkodja a nővérhívót, így nem is mertem megnyomni többször, mint egy alkalom, hogy hívjam őket. Szóval mindegy, még erről tudnék mesélni, majd lesz egy hosszabb videó azzal kapcsolatban, hogy milyen volt részletesen, mert úgy gondolom, hogy jobb, hogyha tudjátok, hogy ne kerüljetek kórházba. Tehát érdemes inkább egészségesen élni, mint sem úgy kórházba kerüljetek. Mitől alakult ki nálam ez a légmell? Biztos, hogy számít az, hogy nem voltam a legegészségesebb. Tehát, hogy mióta elkezdtem így ezt a YouTube-ázást így aktívan, munkaképpen csinálni, azóta maradjunk annyiba, hogy nem nagyon megyek el otthonról. Sokkal kevesebbet. Maradjunk annyiba, hogy heti szinten nincs meg nagyjából az... Jó, heti szinten lehet, hogy megvan a 2000 lépés, napi szinten ilyen 300 lépést teszek nagyjából. Miközben eljártam dolgozni, akkor a 20-valahány ezer az megvolt. Szóval így értitek, és napi szinten a 3000 az ilyen minimum. Tehát, hogy 3000 alatt nagyon nem vagy aktív. Most ahhoz, hogy így műtét után így kezdjek fölépülni, ahhoz ilyen 6000 lépést minimum megteszek naponta. Tehát kiárok sétálni. Ezt érdemes nektek is tartani. Tehát higgyetek nekem, nem akartok kórházba kerülni, és én nem cigizek, nem nagyon iszok alkoholt, nem nagyon fogyasztok semmiféle drogot, és ez a tüdős dolog, ezt jelen esetben azt mondják, hogy azért jelent meg nálam, mert magas vagyok, relatív vékony és fiatal férfi. A nőknél ritkábban van, az idősebbeknél és a nagyon fiatal gyerekeknél nem történik ez. Ebben a korban meg tud jelenni, hogyha magas vagy és vékony. És csak így, semmi ok nélkül. Tehát, hogy nem jött elő betegség, nem történt úgy komolyabban, értitek, semmi, tehát nem sérültem meg, nem estem rá a tüdőre, semmi, egyszer csak megjött, és itt van, és ezen túl meg tud jelenni bármikor. Szóval, ja. A holnapi keddi ilyen kontrollom fog elválni, ugye, hogy akkor rendben vagyok-e, vagy sem, vagy hova tovább, meg ilyenek. Én reménykedek benne, hogy minden oké, és ha minden oké, és akkor sajnos ezen a héten még mindig nem lesznek videók. Jövő héten fogok már tudni biztosra visszakerülni oda, hogy elkezdjek videókat készíteni. De a héten még nem érzem úgy magam ahhoz, hogy ténylegesen azt mondjam, hogy le tudjak ülni, akár tényleg aktívan 100%-ot beleadva egy fél órán keresztül videót készíteni. És akkor csak fél óráról beszélünk, ami általában tudjátok, hogy sose lesz fél óra, hanem ilyen 40-50 perces videókat veszek föl mindig, aztán próbálom levágni, hogy ne legyen olyan hosszú. Az élőadások meg végképp, tehát azon pár órán keresztül beszélni folyamatosan az most lefáraszt. Tehát még mindig az van, hogy éjszaka alszok, amennyit tudok, fölkelek, mert fájdalmaim vannak még, illetve a hátam se bírja már, tehát egyszerűen olyan sokat feküdtem a hátamon már, hogy már nem bírom. És napközben is rám jön az, hogy nagyon elfáradok, és le kell feküdnöm aludni. Szóval, ja, ez jelenleg a helyzet. Remélem, hogy addig találtok más videókat, amiket szívesen megnéztek így a csatornán, esetleg régebbi sorozatokat, amiket nem láttatok. Érdemes körbenézni, mert elég sok sorozat van, amit befejeztem, és nem lett így promótálva, vagy elkezdve előről. Most nem is jutnak így konkrétan eszembe, de például a Green Hellt azt érdemes lenne megnéznetek, hogyha szeretitek az ilyen túlélő játékokat. Stratégiai játékokból régebben nem tudom, hogy milyen videók voltak, vagy voltak egyáltalán. A stratégiai játékok azok mindig azt hittem, hogy nincs rá úgy nagyon érdeklődés. Aztán jött a Victoria 3, és azóta meg van, látjátok, szóval, hogy így, ja. Lehet, hogy érdemes behozni az élőadásokat, hogyha azokat még nem láttátok, mert abból van elég sok.
abban van elég sok, és elég hosszúak. És elég szórakoztatóak szerintem, mert a Japán az kifejezetten nehéz volt a Victoria 3-ban, illetve a Szovjetunió, azaz Oroszország eredetileg meg kifejezetten. Hát maradjunk annyiból, hogy erős, ahogy összehoztuk. Na jó, remélem, hogy minden rendben van veletek, remélem, hogy jó szórakoztok, hogyha videókat néztek így régebbről tőlem, és a legközelebbi jelentkezésig. Sziasztok!